Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ma pedig egy igazi katona ember van itt az Ultrahang stúdiójában, Russzi Szendi Romulus altáborban volt vezérkarfőnök. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadtad. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek. Nulladik kérdés, hogy van? Mindig jó. És mit csinál akkor, amikor nem a vezérkarfőnök? Hát megírtam a könyvet, nagyon örülök, hogy sok pozitív visszajelzés érkezett arról, hogy amit ígértem, hogy nem csak a katonáknak, hanem a civileknek is talán hasznosítható az életbe, azt egyre többen elfogadják. Sok helyre hívnak, ugye novemberben, decemberben nagyon sok helyen voltam már, és most január-februárban további városok jelezték, hogy szeretnének élőben is meghallgatni, szeretnének élőben is kérdéseket feltenni, és nem csak a könyvről, hanem a jelenlegi konfliktusokkal kapcsolatban is. Emellett tanítok két egyetemen, a Közszolgálati Egyetemen és a Debrecen Egyetemen is. Ugye az a könyvének a címe, hogy a háború öt alapelve hogyan nyert meg életed csatáit, úgyhogy ajánljuk ezúton is a hallgatóknak, hogy olvassák el. Ugye amikor valaki vezet egy hadsereget, meg katonai vezető, az egy ilyen nagyon gyakorlati dolog. Milyen érzés volt utána leülni és írni? Én közben is írtam. Tehát, hogy nekem doktori fokozatom van, PhD fokozatom van, tehát írni kellett. És az nem igaz, hogy a katonák nem írnak, szoktam mondani, ha más nem harcparancsot, azt mindenképpen írni kell, és abban az a szépség, hogy azt úgy kell megírni, hogy az alárendeltek értsék abból, hogy mit kell csinálni, mert ha nem értik, akkor ugye azt mi vérrel fizetjük. Tehát írni kell, és pontosan ezért jó, hogy van egy egyetemünk, ahol a katonákat, katonatiszteket folyamatosan képzik ugyanabban a rendszerben, mint mindenki más, tehát az alapképzés, a mesterképzés és a doktori képzés is megvan. Ez azt jelenti, hogy meggyőződésem, hogy a katonák zöme szépen tud fogalmazni, és nem csak szóban, hanem adott esetben írásban is. Megvannak azok a tudományos lapjaink, amelyeknek van A-kategóriás besorolása is, ott nyilván nagyon sok kollega publikál. Tehát az írás nem volt ismeretlen, időm volt végre, hogy be tudjam fejezni azokat a gondolatokat, amiket több éve forgatok a fejemben. Beszéljünk a 2024-es esztendőről. Ugye most azt látjuk, hogy lángokban áll a Közel-Kelet, azt látjuk, hogy az orosz-ukrán háború és folytatódik. Tajvanon ugye választások voltak a hétvégén, amit valaki így értelmez, valaki úgy, mert valaki azt mondja, hogy ugye a függetlenségpárti elnök lett, de valaki meg azt mondja, hogy a parlamentben többségben vannak most azok az erők, akik azért nem úgy képzelik el a függetlenséget, és számos egyéb konfliktus gócpontot látunk. Ön szerint milyen lesz a 2024-es esztendő? Szerintem lesznek benne meglepetések. Van, ami nem. Tehát az, hogy feszültség van a világ különböző gócpontjain, ez nem új. Köszönhető a médiának, most kicsit nagyobb figyelem fordul rájuk, illetve annak, hogy egy-két helyen ez átment kinetikus összeütközésbe, jelesül a Közel-Keleten és itt a keleti szomszédunknál, így még jobban figyelnek rá. És ugye már elkezdődött, mert látjuk, hogy a Vörös-tengeren az Egyesült Államok és Nagy-Británia is kénytelen a fegyveres csapásokkal helyreállítani a rendet, és valóban ez ahol gócpont van, ott a hatalmon lévők tesztelik a világ közvéleményét. Az nem véletlen például, hogy a tajvani konfliktusnál Biden azt mondja, hogy ő sem támogatja Tajvannak a függetlenségét most hirtelen. Ez mindez arra irányul, hogy próbálják hűteni a meglévő konfliktusokat, hogy ne eszkalálódjon tovább, mert azon kívül, hogy óriási problémát és gondot okozhat az, hogyha emberek halnak meg, főleg azoknak a családoknak, akiknek ezt el kell szenvedni, a világgazdaságra kivetített hatásuk is olyan óriási lehet, ami megrengetheti a mostani világrendet. Akkor talán menjünk végig földrajzi helyenként, hogy hol mi történik, és akkor kezdjük Ukrajnával, ahol egyébként ugye rendszeresen elhangzik, akár még politikusoktól is, hogy ő járt ott háború idején. Igen. Illetve hát azt látjuk, hogy jelenleg, minthogyha legalábbis a szakértők egy része azt mondja, hogy minthogyha most már az oroszok állnának jobban, ön hogy látja az ukrán helyzetet? Valóban nagyon sokan látjuk így, és ennek egy oka van. Ugye én korábban is elmondtam a háború kitörésékor, hogy mi katonák keresik az úgynevezett center of gravity-t. Nagyon nehéz ezt magyarul fordítani, tehát azt a súlypontot, ami hogyha megdől, akkor vagy legyőzzük, akkor a másik félnek esélye van a győzelemre. Ukrajna szempontjából én mindig azt mondtam, hogy az ő center of gravity-jük az a Észak-Atlanti Társadalom támogatása. És ebben látunk most egy elég dinamikus változást. Látjuk, hogy az Európai és az Egyesült Államok támogatása az finoman szólva is akadozik. Márpedig, hogyha nincsen meg a kellő támogatás Ukrajnának, akkor a frontokon is nehéz helyzetbe kerülhetnek, nem beszélve ugye a politika adminisztrációnak az instabilitását, ami mindez okozhatja. Úgyhogy, hogyha valóban nem találnak plusz forrást,
hiszen Ukrajna önmagában nem képes erre, akkor 24-ben akár szignifikáns változás is lehet ezen a fronton. Hiszen Oroszországnak ugyanaz a támogatása, ebben nagy változás nincsen. Jönnek a szankciók, de idézőjelve, ha csak innen jönnek a szankciók, tehát az Észak-Atlanti régióból, ez akkora fejfájást látjuk, hogy nem okoz Oroszországnak, hiszen a világ többi része, akár a közelet, akár a távol-kelet, de hogyha BRIC-et nézzük egészen Dél-Amerikáig, ami neki a gazdasági alapját megalkotja, abban jelentős változás nincs, jelesül a nyersanyagokból történő értékesítés. Úgyhogy az orosz-ukrán háborúban jelenleg ez a legnagyobb kockázat az ukrán oldalról, hogyha a támogatások mértéke az csökken, akkor vajon képesek lesznek-e a fronton is folyamatosan ellenállni. És ön szerint csökken, vagy ez csak politikai hiszt, és valójában majd ugyanannyit fog kapni Ukrajna? Tehát például ugye itt az Egyesült Államok egy kulcsszereplő, ha azt látja az Egyesült Államok, hogy mégiscsak további pénzre van szüksége Ukrajnának a fennmaradáshoz, akkor további pénzeket fognak majd így vagy úgy debiztosítani. Nem tudom, ha megnézzük, ugye most az évvel jelentések szóltak arról is, hogy milyen a GDP arányos adósság az Egyesült Államoknak, az is csúcsokat rombol. Látjuk, hogy ők is megpróbálnak a költségvetésből átcsoportosítani nyilván a haderőre és máshova. Ez a zsák, ez kiürül. Nem beszélve arról, ugye, hogy választások lesznek ott is. Tehát a belpolitika az nagyon erősen befolyásolja a külpolitikát, hiszen minden hatalmon lévő demokratikus állam vezetésének a legfontosabb prioritása az, hogy a hatalmat meg tudja tartani, vagy meg tudja ragadni. Ez pedig a belpolitikai választáson múlik, tehát nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ezekben az országokban ugye választások lesznek, és az a bizonyos klauzevici háromszög, amit már sokat említettem, ugye a társadalom, a haderő és a kormányzatnak az egyensúlya, a választások évében nagyon felerősödik az a tengely, ami a kormányzat és a társadalom között van. Tehát nyilván egy olyan döntéseket, olyan intézkedéseket kell hozni, hogy a társadalom zöme ezzel értsen egyet. Most a társadalomnak, főleg az amerikai társadalomnak azért Ukrajna elég messze van. Az oroszoktól mindig félnek, ezt az adott kormányzat mindig fel is használja arra, hogy egy ellenségképet teremtsen. Ugye, ha már elég gyenge, akkor talál egy másikat, mondjuk Kínát. De ezzel bizonyos mértékig tudja fokozni, hogy támogatni kell az ukránokat, mert különben az oroszok úgy megerősödnek, hogy akár gondot okozhatnak az Egyesült Államoknak is. De ezt egyébként az amerikai társadalom jelenleg annyira nem látja. Neki sokkal fontosabb a saját jólétük, a saját biztonságoknak a fenntartása. Tehát a déli határnyomását jobban érzékelik, mint az oroszoknak. Abszolút. Abszolút, és látjuk azt, hogy a költségvetési belpolitikai vitákra használja fel ott is az ellenfél, pontosan a szemben álló politikai adminisztráció az, hogy nem szavazza meg azt a támogatást, amit Ukrajnának kellene adni. Úgyhogy, és az Egyesült Államok, és látjuk, hogy az Európai Uniónak a gazdasága pedig milyen helyzetben van, tehát nyilván a mértéktartó és felelősen gondolkozó kormányok, mint a magyarországi, azért megkérdezi, hogy biztos, hogy oda kell küldeni a dollár, euró milliókat, milliárdokat, ahelyett, hogy a saját jólétünkkel foglalkoznánk. És ez a kérdés nyilván azért merül fel a kormányban, az emberekbe felmerül. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke tavaly évvégén adott egy interjút a Mandinernek, és ott beszélt arról, hogy hát mindenki azt várta a nyugat-európai szövetségesek részéről, hogy ha odaadják a pénzt Ukrajnának, akkor Ukrajna tényleg vissza fogja tudni szorítani az oroszokat, sőt, az ukránok mintha abban is hittek volna, hogy visszaállnak a korábbi határokhoz, elfoglalják a Krímet, ismerjük ezeket a mondásokat. Ön mégiscsak egy katona ember, meg sok mindent látott már életében, kívülről lehetett azt látni, hogy ez még pénzzel sem fog működni az ukránoknak? Abszolút. Ugye az a számok azért nem hazudnak. Lehet hibákat elkövetni. Mind a két oldalon. Ez történt ugye a háború kimenetelekor, amikor úgy indultak el az oroszok egy stratégiával, ami utána nem tudott valóságá válni. De utána ebben a helyzetben, amikor beálltak ebbe az álló háborúba, akkor azért látszott, hogy sem gazdasági erőben, sem létszámban, sem fegyverzetben nem tud Ukrajna felülemelkedni önállóan az orosz haderőn. Még egyszer, hibát, hogyha követett volna valamelyik fél, akkor az okozhatott volna a dinamikai mozgást, de ha csak a számokat nézzük, hogy a fronton hányan vannak, milyen eszközökkel, van-e olyan erőfölény, ami a teljes frontnak az összeomlását bármelyik irányba megkezdhette volna, azt láttuk, hogy ilyen nincsen. Oroszország nem törekedett arra, hogy sokkal több legyen, hiszen neki ez nem háború,
Oroszországnak ez egy művelet, tehát nem vetett még be mindent, és tudta, hogy Ukrajna meg kénytelen bevetni mindent, tehát innentől kezdve, hogy a gyors háború nem sikerült, az idő az Oroszországnak dolgozott. Úgyhogy mi azért mondtuk mindig, hogy ez egy hosszú konfliktus, ez egy hosszú háború lesz, és még egyszer azon múlik, hogy az észak-atlanti társadalom meddig képes, és meddig van meg az akarat, hogy finanszírozza, vagy támogassa Ukrajnát. Ön szerint egyébként mi lesz? Mert ugye nyilván látunk valamit a médiában, de talán önöknek meg sokkal több információjuk van. Hát azt az információt nem oszhatom meg, amit még én tudok, az újakat pedig már nem látom, mert nem vagyok vezérkarfőnök. Én ezt látom kritikusnak, hogy ha nem lesz meg ez a támogatás, akkor Ukrajna nagy bajba kerülhet, és nem látjuk azt, hogy lesz-e mondjuk technológiailag bármilyen olyan fejlesztés bármelyik oldalon, ami ezt befolyásolhatná. Akkor beolvasnék egy hírt, ami látszólag ennek ellentmond, aztán úgyis helyre fogjuk tenni, de a német Bild nevű lapnak a birtokába jutott egy titkos dokumentum, amely szerint a Bundeswehr fegyveres konfliktusra készül Oroszországgal szemben. A forgatókönyv lépésről lépésre, hónapról hónapra felvázolja egy esetleges NATO és Oroszország közötti eszkaláció lehetőségét. A dokumentumból kiderül, hogy milyen lépéseket tenne Vlagyimir Putyin orosz elnök, és hogyan védekezne ez ellen a NATO. A Bundeswehr forgatókönyve szerint a fegyveres konfliktus már néhány héten belül elkezdődne, és több tízezer német katonát kellettne bevetni. Ugyanakkor ez a lap biztonsági okokból nem közölt a dokumentumban található összes adatot. Az Indexből olvastam most egy részletet. Talán érdemes lenne helyre tenni, hogy ez milyen dokumentum, és elképzelhető-e, hogy február elején a német katonák fognak harcolni Oroszországgal? Hát én ezen mosolyogtam, mert nyilván nem láttam a dokumentumot, az ők látták, de hogyha mondjuk a Németország védelmi terve kikerült volna a Bildhez, azért az elég érdekes kérdéseket vetne fel, és tudom, hogy a német kollégák nem ilyenek. Amit szerintem megszerethetek, ez egy gyakorlat szcenárió, egy gyakorlat levezetési terve. Ilyen persze van sok, és ezen viszont nem kell csodálkozni. A NATO-nak a stratégiája, és ez nyílt, mindenki elmondja, hogy a keleti irány és a déli irány. Ez a két veszélyeztetett irány jelenleg a NATO szempontjából is a 360 fokosra kiterjesztésre, védelemre fókuszálunk egyébként, hogy bárhonnan jöhet. És nyilván, amikor valamelyik fenyegetésre fel kell készülni, akkor a katonák készítenek terveket. Ilyen lehet ez, hogy egy gyakorlat terve, mi történhet, ha. Ez nem jelenti, hogy meg fog történni. Nekünk katonáknak mindig a legrosszabbra kell készülni, mert ha a legrosszabbot tudjuk orvosolni, attól alacsonyabb intenzitású műveletben szintén tudunk nyerni. Úgyhogy itt szerintem semmi másról nincsen szó, csak valaki megszerzett egy szcenáriót, egy gyakorlati elgondolást, egy levezetési tervet, amiben ezek a pontok benne vannak. És ez azért jó a katonáknak, hogyha ilyen gyakorlatokon részt veszünk, ezeket próbáljuk, mert hogyha hasonlóval találkozik bármelyik szinten a katona, akkor van egy ismeretanyag, egy élményanyag, amihez vissza tud nyúlni, hogy na akkor hogy oldottuk meg. Ugye Magyarország is a NATO-nak a tagja, amikor ezek a forgatókönyvek felmerülnek, akkor egyébként van külön nemzeti forgatókönyv, meg van ilyen össz-NATO forgatókönyv? Vannak nemzeti gyakorlatok, és vannak nemzetközi gyakorlatok, és így áll össze a törzs is. Tehát van a NATO-nak ugye nemzetközi törzse, organikus, meg vannak a parancsnokságok, azok is nemzetköziek, nyilván ezek a gyakorlat forgatókönyvek, ezek ott készülnek, és ott kerülnek levezetésre. Megvan ennek a rendje, hogy ki játsza a rosszat, ki játsza a jót, kijátsza a függetlent, aki figyeli, hogy mit csinálnak, kijátsza azokat a szervezeteket, akik nem katonák, hiszen azt is el kell játszani, hiszen ahogy szoktuk mondani, hogy a háborút nem katonák kezdik és nem katonák fejezik be, a katonáknak szimulálni kell azt is ilyen gyakorlat alatt, hogy a kormányzati és nem kormányzati szervek ilyenkor mit tesznek, hiszen annak is hatása van a műveletekre. Úgyhogy ha nemzeti, ha itthon mi ma saját magunknak csinálnak, akkor nyilván nemzeti a szcenárió és nemzeti a végrehajtás is. Miért fontos ez? Mert ugye mindenki az ötödik cikket szokta emlegetni, ugye a kollektív védelem, hogyha bárki megtámadja valamelyik NATO tagot, akkor a többi segít. Ugyanilyen fontos a hármas cikkely, hogy olyan haderővel kell rendelkezni, ami képes elhárítani ezeket a támadásokat, addig, amíg a NATO erők be nem érnek. És itt ér össze a nemzet és a nemzetközi.
Ugye azért érdekes még ez, mert Mária Zaharova az orosz külügyi szóvivő is reagált, egyébként ilyen horoszkóp minőségűnek minősítette a Bild cikket, viszont volt egy érdekes mondat, hogy hát tulajdonképpen Németország már azzal hadban áll, hogy fegyvert szállít Ukrajnának. És ugye pár nappal ezelőtt pedig a britek kaptak keményet Medvegyevtől, ugye Dmitri Medvegyev, aki aktuálisan az orosz biztonsági tanácsnak a vezetője, azért őt se kell szerintem mindig komolyan venni, hiszen ő is inkább, mintha a kommunikációs szinten kapna ilyen feladatokat, hogy keményeket mondjon, de ugye ott meg a brit-ukrán védelmi megállapodás kapcsán mondták azt, hogy hát az elég sok vörös vonalat túléptek már a britek, és az lenne az igazi vörös vonal, ha a brit katonák mennének Ukrajnába. Most itt merül fel a kérdés, hogy vajon az orosz-ukrán háború kapcsán a nehezén arra, hogy akár ebből világháború legyen, atomháború legyen, már túl vagyunk, és úgy nagyjából kialakultak az erőviszonyok, meg kialakultak a határok, vagy lehet itt még eszkaláció, és lehet itt még nehézség? Eszkaláció sajnos lehet, mert buta döntések születhetnek bármelyik oldalon. Ugye az emberi tényezőt nagyon nehéz ebből kizárni bármelyik oldalon, akár az ukrán, akár az orosz, vagy bármelyik NATO tagországnál sajnos. Egy biztos, a NATO álláspontja azóta sem változott, hogy ebből a háborúból a NATO-nak ki kell maradni. Ez az Egyesült Államok és minden NATO tagország egyöntetű véleménye. Tehát direkt módon nem kívánnak belefolyni ebbe az ütközetbe. Nyilván a támogatás, hogy mondtam, az Észak-Atlanti térségből, az folyamatosan érkezik Ukrajnába. Ezt az oroszok természetesen nem nézik jó szemmel, na de hát ő is kap támogatást. Ő is kap ugye Irántól, Kínától, meg ki tudja még honnan vásárol különböző eszközöket, ami támogatás. Aki azt gondolja, hogy Ukrajna területén csecsen katonák harcolnak, vagy akár más nemzetiségű katonák harcolnak szintén. Hát ezt majd látjuk a végén, amikor összeszedik az embereket, hogy pontosan ki hol harcol és milyen nemzetiségű, de nagyon nagy különbség, hogy a nemzet színeiben harcol, vagy önálló a szabadságharcosként fogalmazunk ki, bármelyik oldalról is állítjuk ezt. A lényeg az, hogy a nemzetek konkrét módon nem avatkoztak be. És nem is fognak valószínűleg. Szerintem nem fognak. Én azt gondolom, hogy a minden kormányzat azért figyel arra, hogy valóban ebből a konfliktusból kinetikus módon maradjon ki, mert az valóban eszkalációhoz vezethet. Vannak ilyen forgatókönyvek, én nagyon bízom benne, hogy nem születik buta döntés egyik oldalon sem. Ha buta döntés születne, azt a buta döntést milyen szinten hoznak, és ki az, aki lehetséges buta döntés hozó? Hát bármelyik tagországnak a vezetése hozhat ilyen buta döntés, hogy már pedig ő belefolyik ebbe az ütközetbe. És onnantól kezdve, hogy ha az Oroszország komolyan veszi és esetleg válaszlépést tesz, onnantól kezdve egy NATO tagországot megtámadtak. Az egy nagyon érdekes szavazás lesz akkor a kerekasztalnál, hogy ez pontosan mi. Igen, mert hogy itt van merül fel az a kérdés, hogy akkor az a NATO tagország az önálló nemzeti hatáskörben úgy dönt, hogy egy élete egy halála a szószoros értelmében oda megy, vagy akkor is vonatkozik az, hogy a NATO tagországot meg kell védeni mindenáron. Tehát, hogy ha először támad a NATO tagország, és nem először Oroszország támadja meg, hogy mondjuk ilyenkor milyen döntés szület. Az én olvasatomban egyszerű lenne a döntés, de a politikusok néha máshogyan gondolkoznak. A NATO egy védelmi szövetség. A NATO-t nem azért hozták létre, hogy ő kezdeményezzen konfliktust valahol. A NATO arra való, hogyha valóban őt megtámadják, akkor legyen egy olyan szövetség, ami képes ezt a támadást elhárítani, és utána visszaállítani az eredeti helyzetet. Ez az alapja az egész NATO-nak. Ha máshogyan történik, akkor nyilván az más bírálat alá esik is. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy Oroszország nem buta. Tehát Oroszország ő nem akar kikezdeni a NATO-val. Ő pontosan tudja, amit az előbb elmondtunk az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban a különböző erőviszonyokról, de az egy orosz-NATO összehasonlításban ott nem kérdés, hogy az oroszok lennének a kisebbek. Ez egyébként biztos, hogy így van. Kérdezem ezt azért, mert nagyon sokan azt mondják, hogy az amerikai haderő képezi a NATO-nak a gerincét, de ha az amerikaiakat kivennénk, és például Európát megnéznénk, akkor azáltal, hogy Európában számos helyen leépítették a hadsereget, és elég rossz állapotban vannak a hadseregek, már lehet, hogy nem ilyen egyszerű a képlet. Nem lehet, hogy ha NATO-ról beszélünk, akkor nem lehet azt mondani, hogy ebből az Egyesült Államokat kivesszük. Ez teljesen egyértelmű. Ha NATO, akkor NATO, akkor nincs olyan, hogy az Egyesült Államok nincsen benne. És mondjuk, hogy a 21-es adatot nézünk, 2021-es adatot, akkor 811 millió dollár volt az USA haderejének a költségvetése, a védelmi költségvetése. Ha megnézzük Oroszországét, hogy mennyi, nem lehet összehasonlítani.
Ez csak a költségvetés. Ez csak a költségvetés. Ha megnézzük a gazdasági erőt, a GDP-t, megint nem. Ha létszámot megnézzük, Egyesült Államok és a NATO országok összesen, akkor megint nem kérdés, hogy hogyan alakulnak az erőviszonyok. Szerintem hány katonát tudnak kiállítani a NATO abban az esetben, ha például most valami történne, nyilván ne történjen semmi, de hogy mi az a maximális szám, vagy ott végtelen a szám, vagy hogy kell ezt el? Mert gondolom azért, hogy Amerikába ide utaztatni mindenkit. Ezek már minősített adatok, ezt hagyd nem mondjam el. Szükséges és elégséges, azt tudom mondani. Millió fölötti? Nem akarok számokat mondani, sokszor próbáltak már vezérkarfőnököm, hogy én a számokat mondjak, de egyébként természetes. Természetes. Te tudjuk, hogy Oroszországnak mennyi a bevethető ereje van békében, ebben. Nyilván a NATO tagországok tudják ellensúlyozni ezt. Akkor még egy kérdés a NATO-hoz, és itt viszont áttérnék már részben Izraelre is, hogy Izrael esetében azt láttuk, hogy az elmúlt években mindig azt mondták, hogy annyira profin működik a vaskupola rendszer, a hírszerzés, nagyon erős a katonasága, hogy ez már visszariasztja a Hamaszt például attól, vagy más terrorszervezeteket, hogy megtámadják Izraelt, aztán mégis megtörtént a támadás. A NATO esetében is azt halljuk, hogy van pénz, van létszám, minden van, ez kellő visszarettentő erővel bír-e annak érdekében, hogy ne történjen a NATO területén, vagy a NATO tagállamaiban támadás? Az, hogy korlátozott célú támadás éri a NATO-t, vagy NATO területeit, ezt nem lehet kizárni. Igen, a Hamas megtámadta Izraelt. Kilőtt 5000 rakétát. És akkor milyen hatást ért el ezzel az 5000 rakétával? Ahogy szoktam mondani, egy ember élete is megfizethetetlen. Nem lehet beskálázni, hogy egy ember élete mennyit ér. Az 5000 rakétával, az első csapással, ilyen szempontból az áldozatok mennyisége az minimális. Tehát a vaskupola működött és jól működött, igazából, mert annak a számszaki eredménye az magáért beszél. És ez egy korlátozott célú támadás volt. Izraelnek hány nap kellett ahhoz, hogy visszaállítsa az eredeti helyzetet? 3. Tehát a Hamas tudta, ahogy szoktam mondani, hogy nem fog tudni bevonulni se Jeruzsálembe, se Tel Avivbe ezzel. Neki más célja volt ezzel a támadással, hogy a nap végén elérje majd, azt már látjuk, mert látjuk azt, hogy a információs hadszintéren micsoda ellentámadást kapott Izrael. És kapja folyamatosan. Nem ez volt, és ugye elindult egy béke folyamat, hogyha geostratégiailag nézzük, hogy milyen volt a helyzet a Hamas támadás előtt, meg most, milyen a viszony Izrael, Egyesült Államok, Európai Uniós országok és a világ többi része között, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ugyanolyan jó viszony van, mint a konfliktus előtt. Tehát ez a korlátozott célú támadás, ami még egyszer nagyon sok ember életébe kerül most már mind a két oldalon, ez tudva levő volt, hogy ezzel a háborúnak azt a célját a Hamas nem tudja elérni. Viszont egy másik hadszintéren a politika, az információs, a lélektani és a gazdasági oldalon viszont sok minden változás történt. Beszéljünk egy kicsit Izraelről, illetve a Közel-Keletnek a sorsdöntő kérdéseiről. Ugye a Hamas többek között azzal érvelt, hogy ennek az október 7-i támadásnak az volt a célja, hogy a palesztin ügyre emlékeztesse a világot. És minthogyha ez részben megtörtént volna. Ugyanakkor a gazdag arab államok azon kívül, hogy tartanak ilyen szimpátia tüntetéseket, stb. Nagy kérdés, hogy mennyire fognak a palesztin ügy mellett úgy kiállni, hogy mondjuk tényleg megvalósulhasson egy önálló palesztin állam, oda anyagi forrásokat, stb. Biztosítsanak, illetve ezzel párhuzamosan zajlanak jelenleg is Gázában a hadműveletek, és én egyébként 2 nappal ezelőtt jöttem vissza Izraelből, ott mindenki arra készül, hogy Libanon irányából is eszkaláció lehet. Ön hogy látja így az izraeli térséget? Valóban megvannak a szélsőségesek, akik ugye látjuk, hogy akár embert is ölnek, és rabolnak, és minden eszközt megragadnak ahhoz, hogy az Izrael államnak a létjogosultságát megkérdőjelezik, vagy eltöröljék. De a többi arab ország azért sokkal mérsékeltebb. Nyilván valaki fűti őket is valaki támogatja. Tehát az nem úgy van, hogy a Gáza területére 5000 rakéta az nő a fával, vagy mint a gomba. Azt valaki odavitte, azt valahonnan odavitte. Ha ott rakták össze, akkor az alkatrészeket valahonnan vinni kellett. És ugyanez van Libanonban, és látjuk, hogy a Vöröstengeren mi folyik, ugye ők is hasonló vallási körülmények, vagy hasonló indítatásból folytatják a támadásokat, mert mondják, hogy ők meg akarják akadályozni azt a támogatást, amit Izrael a Vöröstengeren keresztül kap. Tehát látjuk, hogy megvannak a szélsőségesek, és nyilván ez megint a politikai, meg az információs műveleteknek a része, hogy mit mondanak
az országok mit gondolnak és mit tesznek. Ez körülbelül három különböző dolog, és meggyőződésem, hogy ennek a háromszögnek a különböző töréspontjainál alakul ki az, hogy valóban a nap végén mit is tesznek. Mert akkor nem biztos, hogy ugyanazt teszik, amit gondolnak és amit mondanak. Ez szinte biztos. Tehát ez, amit mondanak, az az utca hangja. Igen, a társadalomnak meg kell felelni. Ők is mérik a saját társadalmukat, még akkor is, hogyha nem mindegyik ország demokratikus, de a nap végén a társadalomnak döntő szerepe van abban, hogy ki van hatalmon. Ugye a Jordán király talán erre egy jó példa, aki lehet, hogy nem a legpalesztin barátabb, de mégis kénytelen társadalmi. Igen. Igen, pontosan erről szól a történet, tehát ezt is mérik, és nyilván megvannak a nemzetközi kapcsolatok, de annyira globalizáltá vált a világ valóban a kereskedelem és a gazdaság kapcsán, hogy mindenki kereskedik mindenkivel. Ugye az, hogy Oroszországot embargó alá sújtják, meg kell nézni, hogy egyébként melyik az a terméke Oroszországnak, amit mindenhol elad a világon, még az Egyesült Államokban a mai napig. Tehát azért a gazdaság, a jólét, meg a háború, meg a politika, az néha nem ugyanabban az egyenletrendszerben működik. Ez igaz a Közel-Keleten is, és a Távol-Keleten is. Úgyhogy ezért csinálják a kormányzatok, hogy valamit gondolnak, valamit tesznek, valamit megmondanak. Ez három különböző dolog. Csak az a baj, hogy közben emberek halnak meg. Egyébként, hogyha megnézzük azt, ami Ukrajnában történik, tehát hogy méreteit tekintve, hadsereg létszámát tekintve, hadműveleteket tekintve, és megnézzük azt, ami most Gázában történik, akkor láthatunk párhuzamokat, vagy a kettő az teljesen különvilág és teljesen külön értelmezendő. Kérdezem ezt azért is, mert nagyon sokan próbálnak így párhuzamot vonni és eldönteni, hogy akkor most az oroszok, a izraeliek vagy az ukrán, szóval ilyen állandó kérdés ez. Mindig a helyi szinten kell vizsgálni. Vannak alapelvek. Ha a könyvem alapelveit megnézik, akkor található párhuzam, és találhatók alapelvek, amelyiknek a betartása vagy be nem tartása a sikerhez vagy kudarchoz vezethet. Az alapvető különbség a két művelet között, hogy addig, amíg az orosz-ukrán konfliktusba két regulális haderő vesz részt, addig a Közel-Keleten egy reguláris haderő és egy gerilla szervezet harcol egymással. Ez nem jelenti azt, hogy nem jelenik meg mind a két hadszintéren a hagyományos és a nem hagyományos hadviselés. Ez nem jelenti azt, hogy nem mind a két konfliktus egyébként hibrid a hadviselés, hiszen ezt látjuk, hogy igen, viszont az alapkarakterisztikája az ez. Nem beszélve a területi kiterjedésről, a gázai övezet ugye ez a Budapest kétharmada. Az orosz-ukrán frog meg több ezer kilométer. És hogy erre mondják, hogy mondjuk Bakhmut az hasonló méretű, mint mondjuk a gázai övezet, és akkor, hogy azt milyen lassan tudták elfoglalni az oroszok, amely szintén nagyon professzionális hadsereg, és hogy Gázában pedig Izrael milyen gyorsan foglalt el a területeket, és ahogy ön is mondta, hogy ott viszont egy nem reguláris hadsereggel álltak szemben. Abszolút, mert reguláris, nem reguláris, viszont ugye addig, amíg Izrael gázai övezetben Gáza a kulcs kérdés, ugye, tehát ott folyik a harc azon a budapesti kétharmadik területen, addig az orosz-ukrán fronton egy város az valahol a 1800 kilométeres frontszakasznak az egyik eleme. Tehát teljesen más a súlyozása. Ezeknek már más tud oda csoportosítani, máshogy kell figyelni. Úgyhogy nyilván vannak párhuzamok, nyilván vannak ellentétek, de az a lényeg, hogy mindegyiket külön kell vizsgálni. Az egymásra való hatásuk, az viszont megint érdekes. Van. Hogy ne lenne, hiszen látjuk, hogy a támogatás egy része az Észak-Atlanti térségből, mondjuk Izrael vagy Ukrajna szempontjából most nem egy helyre, hanem két helyre kell menni. És akkor jött a figyelem a harmadik, ugye Tajvan. Ugye, hogy közben arra is figyelni kellett. És nem tudjuk, hogy ugye Észak-Korea, Dél-Korea, ott is van egy olyan kulcskérdés, ahova, ami a mi értékeinknek megfelelően le tudjuk tenni a lantot, hogy ki mellé kellene állnunk, ugyanennek a társadalomnak. És akkor még Afrikát nem is boncolgattuk. Pedig majd még érdemes lenne azt is néhány mondat erejéig, de egy pillanatra az információs hadművelet kérdésére térnék vissza. Ugye ön is említette, hogy mintha ez egyre nagyobb szerepet kapna, és hogy a palesztinok is azért, mintha a kommunikációs teret uralnák, ugyanúgy egyébként itt lehet párhuzamot vonni, hogy az ukránok is mintha jobban uralnák a kommunikációs teret. És akkor önnek a vezérkari főnöki
énjét kérdezném, hogy mennyire érdekli a hadsereg vezetőit az, hogy a sajtó is jót írjon, vagy ez mennyire fontos része? Hát, óriási, tehát nálunk is külön szervezet van arra, hogy ezzel foglalkozzon, hiszen ugye ez a bizonyos DIME, ugye a Diplomacy Information Military and Economy, ennek az egységes, együttes használata fog tudni változást hozni, vagy eredményt hozni a háború kimenetelében. De ez például önnek a kezét gúzsba kötötte annak idején, vagy egy aktív háború idején mondjuk egy katonai vezetőnek nehezebb a sajtó keresztüzében háborút vívni? Nem, hanem nekünk oda is menni kell háborút vívni. Tehát az nem lehet most már, hogy a katonák azok csak a fronton harcolnak. Tehát mondom, külön szervezetünk van rá, hogy a nagy kormányzati vagy az össz információs kampányban a katonák melyik területet viszik. És javaslatot teszünk, és megyünk előre. Ez nem lehet, hogy külön kommunikál. Ha megnézi, hogy mit mond mondjuk az Izrael miniszterelnöke, meg az Izrael vezérkar főnök, az egyezik. Mindenki a saját területén kiegészíti, hozzátesz. Mi ugyanezt tettük, emlékszik rá, hogy mondjuk az afgán kimenekítéskor nem véletlenül mentünk miniszter úrral együtt a sajtóba, és politikailag és katonailag is elmondtuk, hogy mi történik. És utána együtt külön, de a lényeg, hogy ez nagyon fontos volt. És kint is ugyanezt történik igazából. Az nem lehetett volna, hogyha a Szijjártó miniszter úr nincs mellettünk annak idén a kimenetítéskor, akkor nem tudtunk volna sikeresek lenni. Tehát ez összkormányzati feladat igazából innentől kezdve, és hál' Istennek nekünk jó tapasztalataink vannak, hogy tud ez itthon működni. Egy nemzetközi műveletben, mondjuk egy NATO műveletben ez sokkal bonyolultabbá válik, mert ott a nemzeti érdekek és a szövetségi érdeket is össze kell fésülni. Ugye talán most Magyarország esetében látunk is egy ilyen érdekes helyzetet, hogy mintha nem mindig mindenben 100%-ban ugyanazt gondolnánk, mint a nyugati szövetségeseink, miközben azért mindig hangsúlyozzuk, hogy ők a szövetségeseink, és hogy Magyarország a NATO tagja. Abszolút, én Petten tábornokot szoktam ilyenkor idézni, ha mindig mindenki mindenkivel egyetért, akkor valaki nem gondolkodik. Tehát a döntésig igenis el kell mondani mindenkinek az őszinte véleményét, a döntés után pedig nem törünk ki, hanem arra megyünk. Tehát ilyen példa volt, hogy lehet, hogy minket azzal gyanúsítani, hogy nem értünk egyet, meg más a véleményünk, de amikor azt mondta az orosz-ukrán háború kiterésekor a NATO, hogy további alegységeket kell készelétbe helyezni ugye a keleti határán a NATO-nak, akkor mi voltunk az elsők, akik ezt az alegységet feltették, és nagyon büszke vagyok arra, hogy amikor... És ez magyar katonákkal. Ezt magyar katonákkal csináltuk, először nyilván, hiszen ez a leggyorsabb, aztán a következő lépésben természetesen ezt nemzetközévé tettük, és igazából az újonnan felállított alegységek közül mi értük el először a műveleti készenlétet, amit nem azért történt, mert kiálltam és azt mondtam, hogy akkor mi készen vagyunk, hanem ide jött a NATO szárazföldi parancsnoka, megnézte, és ő mondta, ő javasolta a Secure-nek, hogy nyugodtan ki lehet hirdetni, hogy Magyarország elérte a kezdeti műveleti készenlétet. Mielőtt még bárki félre magyaráz, ez nem azt jelenti, hogy Ukrajnába katonákat, magyar nem, katonákat nem, küldtünk. Ez a védelemről szól, és akkor látszik, hogy azért vannak olyan országok, akik amit mondanak, azt teszik. Ugye múltkor, amikor beszélgettünk önnel, akkor elmesélte azt, hogy egyébként a háttérben nagyon sokszor egyet is értenek a magyar állásponttal, akár a NATO részéről is, illetve mintha ezek a viták most nem is a NATO-ban lennének annyira, inkább az Európai Unióban és más szervezetekben. De ön szerint akkor, ha itt a Magyarország védelmi képességeiről beszélünk, mert hogy ezzel kapcsolatban állandó kérdés az, hogy hogy áll jelenleg Magyarországnak a védelmi képessége? Magyarország védelmi képessége jól áll nekem meggyőződésem, hiszen megvan a nemzeti haderő, megvan a nemzeti erő, ugyanakkor a kollektív védelem égisze alatt a NATO-val van egy olyan szövetségünk, ami tudja garantálni Magyarország szuverenitásának a megtartását. Ezért tenni kell minden napba, ezért indítottuk el a haderőfejlesztési programot, hogy valóban értékes partnerei tudjunk a továbbba is lenni annak a védelmi rendszernek, ami mellett letettük a lantot. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok a magyar katonákra. Én ugye azt szoktam mondani, hogy én mindig egyenes gerincsel, egyenes derékkal tudtam ülni a NATO vezérkarfőnöki értekezeten, mert igenis teszünk a közös védelemért. Hadd kérdezzek egy ilyen kicsit kellemetlenebbet, mert ezt állandóan megkapjuk, ez pedig az, hogy igazából Magyarország nagyjából támadásra vagy a migrációs nyomás miatt számíthat, illetve amit viszont sokan megkérdeznek, ez a sértett, mérges Ukrajna, hogy ő megtámadhatja-e Magyarországot, és ebben az esetben megvan-e a védelmi képességünk? Nekünk minden védelmi képesség megvan, ami szükséges. Részletekről hagyj ne beszéljek, tehát ezért van az ország fegyveres védelmi terve és az ország védelmi terve, ezekben is különböző szenáriók vannak nyilván. És
ami ugye a buildhez kiszivárgott, hogy vannak, ezt nyilván át is beszéljük, és át gyakorolják is a katonák, hogy bármi történik, hiszen nekünk mindig a legrosszabbra kell készülni. Annyira optimistának tűnik, és ez nagyon megnyugtató, csak miközben meg ugye megnézzük akár a honvédségnek a létszámát, akár a különböző eszközöket, akkor azért azt látjuk, hogy hát kevés még mindig a katona, bár az tény, hogy jóval több, mint mondjuk 2010 előtt volt, illetve hogy hát eszközökből, harckosikból és minden másból is azért jelentősen le vagyunk maradva. Nézd, az szerintem nem lenne erkölcsös, ha én most, mint már nem vagyok vezérkarfőnök, bármilyen módon, negatív módon nyilatkoznék a magyar honvédségről, hiszen ami évtizedeket eltöltöttem benne, az mind pozitív volt. És tudom, hogy a magyar katonának, a magyar honvédségnek milyen erkölcsi tartása van, és milyen tapasztalati tudása van a mai magyar katonának. Én ezért vagyok optimista. Egyébként a haderőfejlesztési program pedig megy. Látjuk, hogy ami szerződéseket megkötöttünk 18-19-20-ba, azok az eszközök folyamatosan érkeznek, ezért a magyar honvédség képessége, ez biztos, hogy folyamatosan növekszik. Kihívások mindig vannak, de azért van a miniszter meg a aktuális vezérkarfőnök, hogy ezekre megtalálja megoldást. De akkor nyugodtan aludhatunk. Én nyugodtan alszok. És egyébként, ha megnézzük a körülöttünk lévő országokat, tehát akár Lengyelországhoz, Szlovákiához, Csehországhoz képest is jól állunk? Szerintem igen. Én még egyszer mondom, hogy nagyon büszke voltam vezérkarfőnök koromban ezekre a találkozókra. Ami eredményeket mi elértünk a nemzetközi gyakorlatokon, nemzetközi küldetésekben, azokra méltán lehetünk büszkék. Magyar katona, magyar ezredes, magyar tábornok NATO alegységeket vezetett NATO misszióba. És nem csak a gyakorlaton, hanem kint a műveleti területen is. Ez történt Afganisztánban, de az utolsó példa, ugye a vezérkarfőnök helyettes, most Kajari tábornok, aki a NATO legnagyobb szárazföldi misszióját Koszovóban vezette. Ezeket nem adják csak úgy. És ezzel bizonyítja a magyar katona, hogy igen, ő felkészült, és ebben a rendszerben ő képes dolgozni. Ha már említette Koszovót, akkor beszéljünk a Balkánról is egy kicsit, mert hogy arra is számol, azzal is számolnak sokan, hogy 2024-ben itt akár a belső politikai feszültségek, akár a migrációs nyomás miatt egy újabb probléma keletkezhet. Ezt a térséget ön hogy látja? A Nyugat-Balkán továbbra is feszült, ugye? Nem véletlenül van ott a NATO-nak és az Európai Uniónak is folyamatosan missziója. Ugye azt szoktam mondani, hogy a háború ugyan vége van elég régen, de az emberek közötti feszültség azt nem lehet varázsütésre megszüntetni. Ezekben az országokban emberek haltak meg, családok veszítettek el fiúkat, lányokat, édesanyákat, édesapákat, nagyszülőket. Ezek ott vannak a köztudatban. Tehát elég egy szikra. A baj az, hogy a politikai vezetők a saját önös belpolitikai érdekeikre ezt mai napig felhasználják. Tehát ott nagyon sok politikai vezető nem azon dolgozik, hogy ez a konfliktus szűnjön meg és hűtsük le, hanem továbbra is használja ahhoz, hogy ő a belpolitikai hatalmat megtartsa vagy megszerezze. És sajnos ebben egy-két nemzetközi ország is részt vesz ennek annak a fűtésében, és nem feltétlenül a hűtésében. Éppen azért én azt gondolom, hogy ott sokáig ott kell lenni nemzetközi katonáknak, ezeknek a nemzetközi erőknek, hogy ha bármi történik, akkor a felek közé tudjon állni. Nyilván a gazdasági megerősítés segíthetne mindenképpen, de még egyszer, ezek a sérelmek, ezek még nagyon sokáig nem fognak begyógyulni. Nézze meg, mióta vagyunk Cipruson. Meg egyébként, ha megnézzük például a magyar katonáknak, békefenntartóinknak a tavalyi munkáját Koszovóban, akkor láttuk, hogy ott éles helyzetekben is szükség volt rájuk. Abszolút, ezért kell ott lenni. Hát látjuk, hogy tényleg elég egy sziklus, akkor egymásnak szalad a két szemben álló fél. Ilyenkor hát többek között a magyar katonák feladata, hogy szétválasztja őket, közéjük állnak, és olyankor a felfűtött lelkiállapotú emberek, azok nem nézik, hogy ki, csak ütnek, vernek, lőnek. Egyébként akkor, amikor a magyar katonáink missziókban vesznek részt, akkor elmondhatjuk azt, hogy mindenféle területen éles harci tapasztalatot szereznek? Nagyon sok harci tapasztalatunk van. Vannak olyan missziók, amelyek csendesebbek, és a jelenlét a fontos, illetve a határozottság, a fellépés, de ott is ugye készülnek a legrosszabbra, de voltak olyan műveletek, ahol éles tűzharcba kellett részt venni a katonáknak. Ez talán azért fontos, mert ugye korábban elmondhattuk azt, hogy már ilyen világbéke közeli állapot van, meg legalábbis a környékünkön nincsen háború, de ez most megváltozott, és még az orosz-ukrán háborúnál is lehetetlen, hogy mindenki csak kapkodta a fejét, hogy mennyivel másabb egy éles háború, mint mondjuk egy békefenntartó művelet. Ez így van, ez teljesen más odafigyelést igényel. A békefenntartó műveleteknek van egy más hatása, hiszen úgy szoktam fogalmazni, hogy meg kell várni, hogy kapsz egy pofont. Ott nem azért mész, hogy pofoszkodjál,
vagy te kezdeményez, a háború az más. Ott meg kell ragadni a kezdeményezés, ott neked kell kezdeményezni. Beszéljünk Afrikáról, mert azért a múlt év az elég izgalmasan alakult puccsok és egyebek szempontjából Fekete-Afrikában is, ahol egyébként, ha jól tudom, szintén vannak magyar katonák. Vannak, igen. Ott egyrészt hogy látja a magyar katonáknak a helyzetét, illetve mennyire folytatódhat annak a térségnek a lángbaborítás? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Afrika szinte kiszámíthatatlan, főleg a Száhel övezet. Nem véletlenül vannak ott magyar katonák, vagy ugyanebből a térségből katonák ebben az övezetben, hiszen főleg a migrációs hullám egy jelentős része azért onnan indul ki. És nyilván az emberek azért indulnak el egy szebb, egy könnyebb világ felé, mert az ottani helyzetük az kilátástalannak tűnik. Ezért mondjuk azt, hogy ezért kell a magyar katonának is többek között, ha igény van rá, oda mennie, hogy a problémákat próbáljuk meg megoldani ott, ahol keletkezik, akkor hát, ha nem okoznak máshol problémát. Viszont nagyon nehéz. Tehát a teljes infrastruktúra, a demokratikus ideák, azok eléggé messze vannak Afrika néhány régiójától, és ez máról holnapra ennek a tanítása nem megy. A következő generáció oktatásában lehetne ezt felhasználni, viszont a jelenlegi helyzetet ez nem oldja meg. Nem beszélve, ugye vannak think tankek, akik folyamatosan értékelik ezt az éghajlattól kezdve a népesség alakulásán keresztül, az energia meglétén át, ez mind-mind befolyásolja Afrikának a helyzetét, tehát egy biztos az életszínvonal az nem olyan, mint nálunk. Aki járt már Afrikába, én jártam egyszer-kétszer különböző országokban, azért ott a fővárosnak a főutcája nem úgy néz ki, mint nálunk. És ez csak a külső kép, de mögötte iszonyatos tartalom van. És nyilván, mivel a... Sokszor középkori állapotok uralkodnak. Gyakran előfordul, igen. Tehát ott a hentesbolt máshogy néz ki, mint ahogy nálunk néz ki. Igazából. Viszont a média segítségével az, hogy milyen a világ másik része, azt ők is látják. Mert a okostelefon már ott is van. Persze, de az van. Az érdekes módon az van. Mondom, a hentesbolt az nem feltétlenül olyan, mint nálunk, de hogy az okostelefonból az információ már eljut hozzájuk is. És akkor van egy igény az ottani embereknek, hogyha lehet így élni a világ másik végén, akkor nálunk miért nem, és indul a hatalmi harc. És az bizony, ők sokkal könnyebben vagy hamarabb nyúlnak a fegyverhez, mint bárki más. Akkor így végezetül visszatérnék arra a jelenleg zajló háborúk, és nyilván itt az orosz-ukrán és a közel-keleti háború, ami a leginkább érdekli az embereket, hogy ön lát-e esélyt arra, hogy valahol van fény az alagút végén, és hogy valahogy ezek belátható időn belül mégiscsak rendeződhetnek, béketárgyalások, tűzszünet, bármi lehet. Esély mind a kettőre van. Hogy ez 24-ben megtörténik-e, ez egy óriási kérdőjel. Én nagyon bízom benne, hogy igen. Kin múlik ez? Hát a részvevőkön kívül azokon az államoknak a vezetőin is, akik támogatják bármelyik felet. És talán még nekik sokkal nagyobb hatásuk lenne arra, hogy a tűzszünet megszülesse, mint magának a résztvevőknek. Csak mert azzal, hogy most itt az év elején láttuk akár a nyugat-európai országok, akár részben az Egyesült Államok kormányzata részéről is most Ukrajna esetében, hogy mintha azért mindenki a támogatásáról biztosítaná Ukrajnát, illetve pénzt is próbálnak szerezni innen-onnan, de kommunikációban mindenképp az nem pont azt jelzi, hogy akkor Ukrajna megkapta a mandátumot a következő időszak háborújára is? Megint más, amit mondanak, meg gondolnak, meg tesznek. Én visszatérnék erre a hármashoz sajnos, mert ez a realitás. Mert hogy mondja az, hogy nem támogatja, eddig támogatta? Menjél bele nyugodtan, csináld, mert támogatunk. Most akkor hirtelen mondja az, hogy nem támogatjuk? Támogatjuk, csak nem biztos, hogy annyival. És azt látjuk, hogy nem annyival. És látjuk, hogy nem annyival. Ugyanez a másik hadszintéren ugyanez van. Mind a két felet valaki támogatja, vagy valakik támogatják. Akik támogatják őket, pontosan tudják, hogy ki, mi nekünk meg feltételezéseink vannak, meg minősített információ, amit nem lehet megosztani. És igazából a felelősség az ő kezükben van. Az a baj, hogy az lehet a baj, tehát nekik végül a haszon, az nem feltétlenül ott keletkezik, ahol a konfliktus van. Ugye Blinkennek volt ez az elhíresült mondása, hogy a támogatások 90%-a az a fegyvergyáraknak visszamegy Amerikába. Egyébként. Hát a fegyvergyárak is, meg sok minden más, tehát ha megnézzük a gazdasági térképet, a különböző áraknak az alakulását, utána a bankoknak a hozamát, a bankok kitett kölcsönét és annak a visz. Tehát nagyon sok minden játszik. Ez tulajdonképpen egyébként pont, ha az orosz-ukrát nézzük, az még Oroszországnak is jó volt energia árak szempontjából, aztán a szankciók miatt ez egy kicsit árnyaltabb. Amerikának biztos, hogy jó volt, Európának azzal kapcsolatban vita van, Ukrajnának valószínűleg nem volt jó. Hát meg Európának sem.
Itt ez a baj, hogy Európának egyik konfliktus sem jó, nekem meggyőződésem, csak ezt nem mindegyik európolitikus akarja belátni. És lehet a mi miniszterelnökünkre egy-két dolgot mondani, de szerintem ő reálisan látja, hogy igazából mit kellene tenni, még akkor is, hogyha a nap végén egyedül marunk bele. Ez szerintem ezzel úgy járunk nagyon könnyen, mint amikor lezártuk a déli határt kerítéssel, hogy akkor mi voltunk a fekete bárányok, most meg mindenki kerítést épít a világon mindenhol, mert úgy látszik, hogy működik a modell. De egy biztos, a tűzszünet tudna megoldás lenni mind a két oldalon, és utána az erőgyakorlás más eszközeivel kellene elérni mindenkinek a végső célt. Ugye erre szokták azt mondani, hogy tűzszünet már volt egyszer, és hogy az sem sikerült túl jól például Ukrajna esetében. De egyébként ez Izraelre is vonatkozik ugyanúgy, és hogy inkább jó lenne valami tartós megoldást találni, mert hogy az sem működik, hogy azokon a területeken, ez szintén Ukrajnára és Izraelre is vonatkozik, ahol ott pont a határvonalon emberek élnek, azoknak állandóan abban kell élniük, hogy mikor lesz. Mindegy, hogy hívjuk, a lényeg, hogy a fegyveres konfliktust hagyják abba, mert van idézőjelben jó példa a tűzszünetre a két Kórea között. Évtizedek óta tűzszünet van, és nem történik semmi. Néha egy-két gyakorlat van, néha közelebb felvonulnak, néha levonulnak, felvonulnak a felfestett fehércsék mellől, igazából ijeszgetik egymást, de ott évtizedek óta a kóreaiak nem ölik egymást. Hát reméljük, hogy a többi területen is így lesz. Köszönjük, Szendi Romulus, köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy itt lehettem. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk a továbbiakban is, iratkozzanak fel a csatornánkra, és hallgassanak minket, viszontlátásra.